Üdvözlöm, sziasztok kedves barátaim! Ma beszélünk egy különleges napról, ami vasárnapra esik. Az a neve ennek a napnak, hogy Akshaya Tritiya, vagy Akshaya Tritya, mind a kettő jó. Indiai vagy védikus asztrológiát úgy hívják, hogy Jyotish. Jyotish az a fényt jelenti. És ott magyarázzák, hát ami mindenki tudja az asztrológiáról, itt és ott is magyaráznak, hogy a bolygók különböző hatással van az embernek akár a szervekre, akár a testére, a elmére, a vágyokra, sok mindent irányítják, befolyásolják, és természetesen vannak a kedvezőtlen bolygó állások, és vannak kedvező. És Akshaya Tritiya, vagy Akshaya Tritya, ez az év, ami csak egyszer van egy évben, ez a legkedvezőbb napja. Általában a fő kettő bolygó van az ember életében, ez a nap és a hold. A nap adja az egészséget, adja a szabad akaratot, hogy ember tudjon cselekedni, elérni a dolgokat. A hold pedig az elmét, az érzelmeket irányítja. És amikor tavasz időben, május valamikor, mert a hold és a nap a zodiákuson keresztül haladnak, és körülbelül május hónapban az mindig változik, mert hold naptár alapján működik, az nem, a mi naptárunk alapján nem lesz minden nap ugyanazon a napon, de amikor a hold napján, Tritiya, a harmadik fázisa, a növekvő holdnak a harmadik napján, harmadik fázisában, a hold és a nap a kósba kerül, akkor úgy mondják, hogy tele-tele energiával rendelkeznek, dominálnak a hold és a nap. Hát, hogyha egy kicsit megint asztrológiai terminológiát mondjuk, akkor úgy mondjuk exaltáció, amikor dominál napnak az energiája. És az év során, ezen a napon, az Akshaya Tritiyán, a nap és a hold legerősebb, legpozitívebb energiát adja, ossza szét mindenkinek. Mostani évben, 2020-ban ez a vasárnapi napra kerül. Miért is kedvezők ezek a napok? Azért kedvezők, mert Akshaya az azt jelenti, hogy örökivaló, nem rombolható, hogy mondjuk, hát kitartó. Szóval magyarul, hogy öröki olyan eredményt okoz, vagy eredményez, amelyik nem pusztulhat el sose. És általában Indiában is, ott mindenki ismeri, ott nagy ünnepet tartanak, többféle ilyen áldozatokat végeznek, tűzáldozatokat, esküvőket, mert azt mondják, hogy ha valaki ezen a napon esküvőt játszik, akkor egész életükben boldog és sikeres kapcsolatok lesz. Ugyanakkor sokan üzletemberek is tudják, és kezdenek üzletet, ezen a napon kötnek a szerződéseket, vagy csak elindítja valaki az üzletet. Bármi, ami elkezdi ember ezen a napon, az nagyon sikeresen fog válni. És az mit jelent számunkra? Számunkra az azt jelenti, hogy vasárnap mi is tudjunk valamit elkezdeni. Én szeretnék ajánlani nektek, főleg a lelki dolgokat, mert lelki, hogyha valaki ezen a napon elkezdi valamit, mert az a legfontosabb, mert mi lelkek vagyunk, elkezdi valami lelki gyakorlatot, akkor az biztos sikeres lesz. Vagy lehet kombinálni. Reggel valaki elkezdi, jó, akkor most elkezdem a lelki gyakorlatot, akkor hajnal, vagy korán reggel felkelek, megfürdök, és akkor valami lehet, aki milyen tradícióba tartozik, lelki gyakorlatot megcsinálom, és utána fogok folytatni, mert ezt utána kell folytatni, és akkor sikeres lesz. Napközben valamilyen
üzletet, vagy valami fenntartással kapcsolatban kertészetet például elkezdeni. Lehet nagyon kedvező, persze ez lehet májusban már kicsit késő, vagy a április végén. De bármi, ami a fenntartással kapcsolódik, lehet elkezdeni, vagy papíron megtervezni valamit, az is már azt jelenti, hogy elindult valami. És este megint lehet lelki dolgokat. Ha valaki ezt elkezdi, akkor ez nagyon sikeres és nagyon pozitívan fog válni. Ezt tudjunk, szeretnék ajánlani nektek. Természetesen, aki lelkileg sikeres, az minden téren lesz sikeres. És lehet akár elkezdeni énekelni Hare Krishna mantrát, hogy sikeres legyen ezen. Röviden ennyit akartam nektek elmesélni mai napon erről a Akshaya Tritjáról, vagy Akshaya Tritiáról. Remélem, hogy lesz nektek idő vasárnap, hogy próbáljátok meg, és majd írjátok kommentekben, ki hogyan fogadta ezt a napot, mit csináltatok. És azért ma tartottam, hogy készüljünk fel, most gondoljunk át, meditáljunk, mert nagyon fontos tudatállapot, hogy legyen egy kis idő, nem hirtelen, jaj, akkor holnap lesz ez a nap, akkor mit csináljak, hanem ma még hétfő van, kedd, ma még kedd van, és akkor készüljünk rá, van idő. Hogyha van kérdések, hogy valaki szeretne kérdezni, hogy mit készüljek, hogy készüljek, írjátok nyugodtan, akár kommentekben, akár messengeren, és segítünk, ahogy tudjunk. Ugyanakkor jobb lett volna, hogy a vasárnap már nem lenne karantén, és együtt itt találkozunk Krisna völgybe, és elkezdünk lelki gyakorlatokat, hogy sikeres legyen, de még vasárnap még fog tartani karantént. Nem baj, kezdjünk itt távolodban, aztán utána majd hamarosan, amikor véget ér az egész karanténnak, akkor gyertek, várunk nagy szeretettel benneteket, hogy itt legyünk együtt, menjünk körbe, és meséljünk mindenektek, ha meghallgassunk benneteket, és legyitek boldogok, legyen kellemes hetetek, és majd vasárnap akkor készüljünk rá, én is készülök. És titokba kell tartani, jó, nekem lehet írni, de amúgy nem meséljünk senkinek, mit akarunk elkezdeni vasárnap, hogy ne menjen el az erő, mert ez egy titkos dolog kell, ha legyen, ez mindenkinek saját bent a szívében legyen. Köszönöm szépen, Hare Krishna!